Az ágy alatt bujkálva találták meg a rendőrök azt a 31 éves döbrökközi férfit, aki még tavaly decemberben ellopott egy bankkártyát, majd később még a tulajdonos autóját is. A kártyával többször is vásárolt, amivel 500 ezer forintnyi kárt okozott a sértetnek. A dombóvári rendőrök nagy erőkkel kezdtek bele a nyomozásba, hogy felkutassák az elkövetőt. A férfit megpróbálták előállítani, de ez egyelőre nem járt sikerrel. Közben kiderült, hogy a férfi a lopott bankkártyával több alkalommal vásárlást is kísérelt meg, illetve vásárolt is. A feljelentő közben a bankkártyáját letiltatta, ezért az elkövető a lopott bankkártyával egy idő után már nem tudott vásárolni. A férfi a lopott autóval Németországba menekült, ezért a dombovári rendőrök nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene. Amit az elkövető valószínűleg a rokoni szálain keresztül megtudott, ezért egy idő után hazajött Magyarországra, és a döbrökközi tartózkodási helyén bujkált. A dombóvári rendőrök ezen a tartózkodási helyen fogták el a férfit, úgyhogy a háznak az egyik szobájában az ágy alatt találták meg. Az egyenruhások előállították a lopással gyanúsított férfit, ám ő a kihallgatása során azt vallotta, hogy a pénzt is és az autót is kölcsönbe adta neki a sértett. Az elkövető azóta már börtönben van, a lopott autó a mai napig nem került elő, emiatt a dombóvári nyomozók tovább folytatják az ügyben az eljárást.